Tiszteletek, köszöntöm a kedves vendégeket. A Szófinger vagyok, és a Magyar Püspök Egyetemről szeretnék egy néhány dolgot elmondani önöknek. Természetesen igyekeztem nem ugyanazt bemutatni, hogy igyekszem most nem ugyanazt bemutatni, mint ami a könyvben van, úgyhogy aki még nem vette, megveheti a könyvet. Amikor magyar őstörténetről beszélek, akkor én a történelmünknek az újkőkortól a honfoglalásig terjedő időszakára gondolok. Nem vagyok se régész, se történész, mindössze azért foglalkozom a magyar történelemmel a szokásosan intenzívebben, mert meggyőződésem, hogy a hivatalos magyar történelem különböző viszonyban sincs a valóságban. Hogy egy példát mondjak, én ezelőtt kb. 15 évvel olvastam először a pozsonyi csatáról. Itt biztosan nem kell ebben a körben elmondani, hogy 1907-ben néhány évvel a honfoglalás után volt egy több napig tartó súlyos ütközet, amelyben Árpád csapatai győztek a rántörő hatalmas nyugati elsősorban német hadsereggel szemben. Ma már azt is tudjuk, hogy ennek a rántörő hatalmas hadseregnek a célja, a írálagon máig meglevő parancsbanok célja a magyaroknak a kiirtása volt. Azt gondolom, hogy ennek az ütközetnek a jelentősége a magyarság fennmaradása szempontjából óriási volt. Most amikor én először olvastam erről, akkor elővettem a háromkötetes világtörténet évszámokban című lexikonomat, és megnéztem, hogy mit ír a pozsonyi csatáról. Mert ez egy dolog, hogy én nem tudok róla, nem tanultam, vagy lehet, hogy rosszul figyeltem a történelem órákon, tehát egy lexikon azért lexikon, hogy abban benne legyen minden, ami fontos. Lépni kellene, akkor legyen. Még egyet? Hát sajnos az írás az elég nehezen olvasható, amit látom. Jobb lett volna, kicsit borúsabb lenne az idő. De a lényeg a következő. Itt alul láthatjuk a 907-es évszámot. Ez a magyar szerkesztésű, magyar kiadású lexikon a pozsonyi csatát egyszerűen meg sem említi. A 907-es évszámmal kapcsolatban mindössze a Tang dinasztia bukását tartotta fontosnak megemlíteni. És hát én ettől a időponttól kezdve tudom azt, hogy ez a hivatalos magyar történet, amelyet ez a lexikon is képvisel, elhallgatja a ránk nézve pozitív eseményeket, felerősíti, sőt, valótlanságokkal egészíti ki a negatívumokat, mert hogyha megnézzük, hogy mit ír, hát megnéznénk, hogy mit ír, a honfoglalásról itt fölül lehetne olvasni. Azt írja, hogy a besenyők verték ki a magyarokat, tehát közben ők kényszerítették rá a honfoglalásra, és honfoglalóink hazaérkezve, ideérkezve rögtön rablóhadjáratokat indítottak Európa nyugati, olyan fejlettebb részére. Csak közben ott volt a bizonyos pozsonyi csata, amikor ki akartak bennünket írtani, ezt felejtette ki a szerkesztő. Ennek a lexikonnak a szerkesztője egyébként az az Engel Pál volt, aki kijelentette annak idején, hogy aki nem fogadja el a finnugarizmust, az nem lehet a tudományos életnek a szereplője tesz. Hát ez minden esetre több mint 30 évvel ezelőtt volt, és azt mondják sokan, hogy azóta már más szelek fújdogálnak, én megpróbáltam ezeknek is utána nézni, most lépni kéne megint egyet. És megpróbáltam megnézni, hogy mi a mai hivatalos magyar történelem. A www.magyarország.hu című honlapon, amely a magyar kormánynak a hivatalos honlapja, olvashatjuk Magyarország történelme címszó alatt a következő kronológiát. Azt mondja, hogy Krisztus előtt 4000 körül még együtt értünk a többi finnugor néppel, aztán történt egymás, még a végül 890 tavaszon a besenyők kiűzték a honfoglalókat Etel közből. Most hát én azt gondolom, hogy ez a 30 év alatt a világon semmi nem változott, ugyanazok a szelek fújdogálnak még mai napig is. Érdemes még két mondatot vesztegetni arra, hogy egészen pontosan hogyan is gondolják ezek a finnuguristák ezt, ami finnugor őstörténetünket, menjünk egy telefonot. Hát így képzelik. Azt mondja, hogy ha végigolvasunk, meg tudjuk belőle, hogy úgy, ahogy már az előbbi szó volt róla, 4000 évvel ezelőtt még együtt éltünk a többi finnugorral, aztán az egyik ismeretlen nép erre szorított bennünket, egy másik ismeretlen nép amarra zavart bennünket, aztán egy harmadik ismeretlen nép megtanított bennünket lovat tenyészteni, majd a szamojédok megtanítottak bennünket rénszarvas tenyészteni. Hát persze. Még végül egy negyediket, még egy ismeretlen nép megint lóra ültetett bennünket. Hát ebből az egészből annyi az igaz, hogy felültettek bennünket.
Az az elmélet, amit én hiszek, és most már ilyen módon hirdetek is, az sem újdonság, hiszen Marjalapi Kislajostól kezdve Magyar Adorjánon át, Rantier Endrég, és talán még sorolhatnám sokáig a neveket, és többen elmondták már, többen hirdették már azt, hogy a magyarság a Kárpát-medencének őslakója. Érdemes Magyar Adorjának a gondolatjait kölcsönvenni, azt mondja, hogy magyarországi eredeti ősnékünk beállhatatlan időktől fogva békés földművelő volt, mindig is magyarul beszélt, az helyesebben szólva mai magyar nyelvünk ősalkán beszélte. E nép vagy faj az évezredeken át időközönként számtalan rajt bocsátott ki magából keletre, nyugatra, stb., amely kivándorolt szakadékai időközönként néha nagy műveltségek megalapításában is részt vettek, és minden esetre mindenütt olyan nyomokat hagytak maguk után a világban, amelyeket a kutatók észrevevén a magyarságot hol innen, hol onnan, hol ahonnan származottnak kellett, hogy gondolják. Ez a mai napig is így van, én is kaptam egy levelet nem régiben, hogy én ezt rosszul gondolom, mert a magyarok Ecuadorból származnak, ahogy ezt Móricz János kutatása is bebizonyították. Hát én úgy gondolom, hogy nem Ecuadorból származunk, bár nyilván ott is találhattak a magyar kultúrával rokon dolgok, vagy magyar nyelvvel kapcsolatos dolgokat. Lépjünk meg. Mi több időszerűben az elmélet, mint valaha. Két fő területet említek ezek közül. Az egyik a régészet. A régészeti leleteknek az elmúlt kb. 20 esztendőben, és tényleg csak 20 esztendőről van szó, olyan óriási mennyisége került elő Magyarországon, ami a világon egyedül álló, sehol ennyi levet egyszerűen nincs, mint ami itt előkerül a föld alól. És ezek a leletek egyértelmű folyamatosságról tanúskodnak már az újkőkortól kezdve. Tehát a rétegekben ott vannak egymásra rakva az újkőkor, a rézkor, a bronzkor, a vaskor, mindenféle kornak a leletei. Egyszerűen nincs üres időszak, nem lehet azt mondani, hogy na itt most 500 évig nem élt senki, és akkor nyilván kihalt a népes, hogy nem halt ki soha. Végig ért, egészen egyelőre maradjunk a honfoglalásig. A másik dolog pedig a genetika. Szintén az utolsó két évtized, inkább csak 15 évnek az eredménye az, hogy a genetika rengeteget fejlődött, elvégeztek egy csomó nemzetközi populáció genetikai vizsgálatokat, tehát nem csak hazaiakról van szó, hanem elsősorban nemzetköziekről, bár majd a hazaiakról is lesz szó. És ezek a vizsgálatok egyértelműen megcáfolják a magyarságnak az ázsiai eredetét. A legfontosabb genetikai jelzői szintisztán európaiak. Végre. Nézzük először is leleteket. Egy néhány újsághírt hoztam ide, így egyszerűbb, azt hiszem, hogy ezekkel alá tudom támasztani azt, amit mondani akarok. 100 000 régészeti lelőhely Magyarországon. Kárpát-medence kivételesen gazdag régészeti lelőhelyekben is 100 000 lelőhely tartanak nyilván, mondja az egyik ilyen tudósítás. Most ugye illene itt megemlíteni azt is, hogy A régészek nem tudnak mit kezdeni a lelethegyekkel. 10 év alatt annyi régészeti lelet került elő az építő autópályát nem volna, amit korábban 100 év alatt. Ez rendkívül fontos, mert hozzá kell tenni azt is, hogy hazánkban célzott régészeti kutatások alig-alig zajlanak. Egyszerűen nincs rá pénz. Kizárólag az autópálya és az egyéb építkezések miatti leletmentő ásatások zajlanak. És mégis ekkora a leleteknek a tömege. Következő tudósítás, az újkőkortól egészen a törökkor végéig kerültek elő eddig leletek a Stahl parkolójának. Ez majdnem mindig így van, és tényleg teljesen kell elhelyezni, hogyha két falu között építenek majd kerékpárutat, és ezen a régészeti szempontból véletlennek nevezhető nyomvonalon elvégzik a feltárásokat, 100%-ig, hogy ott leleteket, régészeti leleteket fognak találni, és nagy valószínűséggel így, ahogy itt írják, hogy az újkőkortól részkoron, bronzkoron át egészen a középkorig vagy napjainkig. Azért emlegetik általában csak a középkort, mert ahogy már László Gyula elmondta valamikor az 1970-es években, a régészeti leltárások sajnálatos módon egy dózerolással kezdődnek, a felső réteget egyszerűen eltávolítják, hogy láthatóvá válnak, és könnyebbé válnak a régészeknek a dolga, és így bizony nagyon sok lelet az utóbbi évszázadokból már eltűnik. Aztán a hazai régészeknek 300 évig biztosan van munkájuk. Az autópálya építések miatti feltárásoknál felfedeztek egy csomó olyan különböző korú települést, aminek csak a szélét érintette a feltárás, és amelyeket aztán majd a később évben, ha egyszer tényleg lenne rá pénz, akkor érdemes lenne feltárni. Menjünk tovább. Hát így elég gyenge ez a kép, de a lényeg a következő. Az N0-as autópályának ezt a szakaszát érdemes itt megnézni.
annyi minden esetre látszik rajta, hogy egymást érik a régészeti feltárólhelyek. Egyszerűen menzseg az endulásra. És a következő, ami alatta van, a M7-es autópálya építése során, azt hiszem ez 2007-ben volt, Somogy megyében Zamárd és Orda-Csernyi közötti, azt hiszem, hogy 30 kilométeres szakasz, ha jól emlékszem, 1,5 millió lelet került elő. Tényleg még egyszer mondom, tessék elhinni, a világon egyedülálló ilyen sehol nincsen. Ebből egyszerűen nem is lehet másfajta következtetést levonni, mint az, hogy akkor az itt élő népesség folyamatosan jelen volt, egyszer nem hallhatott ki sose, hogy egyszer mindenkornak megvannak a leletei. Azért furcsa ez nekünk, nekem is furcsa volt először, mikor ezzel a gondolattal találkoztam, hogy hú, hát a magyarok itt voltak már ekkor, meg akkor, ez biztos valami magyarkodás, hogy egy ilyen helytelen kifejezést használja, de nem az. Ja, tehát azt akarom, hogy azért ilyen furcsa, mert az általunk megtanult történelem egyszerűen nem ismer el ilyen folyamatosságot. Nem ismeri és nem is ismeri el ezt a folyamatosságot. Azt mondhatnám, hogy a régészek ezek szerint akkor bizonyíthatnának mindent, ha megvenne bennünk a kellő akarat. Igen ám, de hát a régész is csak ember, ugyanolyan ember, mint mi vagyunk, és ugyanazt a hamis történelmet tanulta, mint amit mi. Sőt, a régészeti képzésnek a két fő tárgya a történelem és a nyelv. A nyelvre majd, ha lesz időm, visszatérek rá, minden csak annyit kell róla tudni, hogy mert miért kell egy őstörténésznek annyit foglalkozni a nyelvvel, amikor fogalma nincs, hogy milyen nyelvet beszéltek? Hát azért, mert különben soha az életben nem lehetne fejébe verni, hogy vannak indoeurópaiak, meg finnugorok, meg ilyen olyan csoportok. Ő neki meg be kell osztani a leleteket is ennek megfelelően. Na most visszatérve a régészetre. Hát, az a nagy baj ezzel a történelemmel, amit a régészek megtanulnak, hogy tele van mindenféle fajta inváziókkal, népcserékkel, népírtásokkal, azért, mert a történészeink valamiért betegesen ragaszkodnak az ilyen elképzelésekhez. És aztán a régész, amikor jól megtanulja a hamis történelmet, és végül a kezébe kerül egy levet, akkor teljesen természetesen magától érthetően igyekszik az beleilleszteni az általa megtanult történelmi keretbe. Kis is ezzel semmi gond, csak akkor kezdődik a probléma, amikor megpróbálja igazolni ezeket a népírtásokat, népcseréket, inváziókat, meg hasonlókat, mert amikor nem találnak mondjuk halomsírokat, vagy bocsánat, mondjuk tömegsírokat, meg hasonlókat, akkor azt mondják, hogy a különböző kerámiák díszítési motivumainak a megváltozása bizonyítja a népcserét. Ide jött, mondják ők, egy új nép, újfajta kerámiát hozott, nyilván legyilkolta az itt lakókat, elfoglalta a helyüket, és onnantól kezdve ők éltek itt tovább. És innentől kezdve a lelőtte itt lakókat el is felejthetjük, hiszen kihaltak, hát mi megfoglalkozunk velük közben. Aztán majd, ha jön egy újabb kerámia, akkor megint ugyanezt el lehet játszani, megint egy invázió, megint népírtás is. Igen ám csak, hogy ezzel nagyon-nagyon sok probléma van. Kezdve mindjárt azzal, hogy még korábban, mondjuk ez egy 20-30 évvel, vagy amikor még a korszerű kormeghatározásnak a mai módszerei nem léteztek, mert el kell, hogy mondjam, hogy ha valaki megnézi a Magyar Régész Szövetség honlapját, ott el lehet olvasni, hogy a mai korszerű radiokarbon módszerekkel, amit kiegészít a dendrokronológia, meg sok minden más is, az utóbbi 10 000 év leleteit 10 év pontossággal meg lehet határozni. Tehát már nagyon-nagyon pontosan meg lehet mondani, hogy most ez 2550 éves, vagy 2570 éves. Na most korábban, amíg ez nem volt, addig, hogyha megtalálták bármely kárpát-medencei kultúrának, edényformának a hasonmását valahol a Kárpát-medencén kívül, akkor kapásból rámondták, hogy igen, akkor az onnan jött ide. És kész. És minden helybeli kultúra felenvidéki lerakat volt a többiekhez képest. Na most óriási változások történtek az utóbbi 15-20 évben, mert ezekkel a, majd meg fogom mutatni ezt is, korszerű mérésekkel, kivétel nélkül, szinte kivétel nélkül mindig az bizonyosodott be, hogy az itteniek a régebbiek. Tehát már is nem lehet azt mondani, hogy akkor onnan hoztak ide ezt a kultúrát, és ekkor meg akkor, mert hát ezek a régebbiek. Tehát nincs aki bejöjjön kiirtani az itt lakókat. A másik dolog az, hogy egy kultúrának, nem csak egy kerámiának, egy bizonyos kerámiának a díszítési motivumai az egyedüli jellemzői, hanem ezen kívül van még sok minden más is, hiszen már az újkőkortól kezdve az emberek állatokat tenyésztettek, szántottak, vetettek, házakat építettek, csőtalpas tálakat, arcos edényeket, meg sok minden más készítettek. Most ezek közül, hogyha az egyik megváltozik, akkor azért ugye arra nem
kellene ráfogni, hogy ez rögtön azt jelenti, hogy kiirtották a népet, hiszen az összes többi ott van. Na ez az, ami hiányzik, és ez az, amivel én próbálkozom felsorolni azokat a jellemzőket, amelyek már az újkőkorban is jellemezték az itt élő népet, és amelyek aztán végig kimutathatók gyakorlatilag napjainkig. Aztán még egy dolog, általában az van, hogy például az újkőkornak az kultúráját, amely egyértelműen itt a Kárpát-medencében jött létre, vonaldíszes kultúrának nevezik. Ezt senki nem vitatja, ezt tudják, hogy az itt lapult ki, innen terjedt el, később egészen Belgiumig, meg a keleten pedig az Urali. Most ennek a vonaldíszes kultúrának az egyik jellemzője, ez a karcolt vonaldísz. Ez azt jelenti, hogy a agyagedényekbe valamilyen hegyes éles tárgyal belekarcoltak valamilyen mintát. Sokszor, legtöbbször egyenes vonalat, párhuzamos vonalakból kialakított geometrikus mintákat, de van másfajta is, ez csak ez a legjobb. Na most ez a például, ez a karcolt vonaldísz, akkor, amikor mondjuk megjelenik a mézbetétes kerámia, ami alapvetően abban különbözik a karcolt vonaldísztől, hogy valakinek eszébe jutott, hogy 1500 év után unalmas már ez a sima karcolt vonaldísz, mi lenne, ha messze dörzsölnék a karcolt vonalba? Kontrasztosabb lett, érdekesebb lett, megtetszett az embereknek is, elterjedt és kész. Mert egyébként természetesen ezt a mézbetétest is megint máshonnan vándoroltatták be valahonnan, innen itt onnan. Hát nem jött máshonnan, ez is itt alakult ki. De amikor megjelenik ez a mézbetétes, emellett ugyanúgy megmarad a karcolt vonaldísz még a bronzkorban is, majd fogok rá példákat mutatni. Hát nem tűnik el az sem. És az egész dolog tulajdonképpen olyan, hogy azt mondom, hogy képzeljük el, hogy 500 vagy 1000 év múlva a régészek vizsgálják a Kárpát-medencét. És azt mondják, hogy itt az 1980-as években a Trabant kultúra népe élt. Hát lehetett. Majd aztán 2-3 évtized múlva fölváltotta a Suzuki kultúra népe. Bizonyított tehát a népességcsere, ugye? Hát nyilván nem. Hát úgy, ahogy most az autók nem változtatták meg a népességet, hát annak idején a kerámiák sem változtatták meg. Menjünk tovább. Hát mindez persze nem csak én tudom, hanem már a régészet is nagyon jól tudják, és itt alul láthatjuk Bánfi Eszter, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének az igazgató helyettese mondja, ugyanazt, amit mondtam, hogy korábban azt hitték, hogy minden új kultúra tárgyikus megjelenése migrációhoz, tehát új népcsoport beköltözéshez költhető, aztán voltak, akik egyenesen azt gondolták, hogy ezek az új népek agyon csapták a régét és a helyükbe települtek. Hát annyira voltak, hogy 100 éven keresztül ezt tanították a régészeknek. És hát nyilván ehhez még hozzátartozna ez a felismerés az is, hogy az ilyen alapon megint történelmet teljesen újra kellene írni. Hát nem tudom, mennyire látható, én nagyon szeretném, hogyha jól látható lenne, mert itt egy ilyen sorozatot szeretnék bemutatni, hogy csőtalpas tálakat láthatunk. Bal oldalon itt egy karcolt vonaldíszes, 7000 éves csőtalpas tál, a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik. Ennek a díszítése az a bizonyos klasszikus vonaldíszes. Mellette egy bütykös, furcsőtalpas tálat láthatunk, ez már a tiszai, tiszapolgári művenségnek a zenénye. Kimondottan az ő találmányuk volt, ez a furt tarcső. Ez elterjedt aztán a Dunántúlra is, meg Erdélybe is, mert a Kárpát-medencének a kultúrája egységes volt már az újkőkorban is, ez nagyon fontos dolog. Következő képen is egy újabb, hát itt a lyukakat lehet látni, nem tudom mennyire, ott is ott vannak, lehet, hogy túl közel vagyok a képet. Az is egy bütykös furcsőtalpas. A bütykökre azt mondják a hozzáértők, hogy az erénynek a biztosabb tartását segítette, és átfúrva pedig lehetővé tette a felfüggesztését is. Aztán a következő jobb felső sarokban erdélyi kerámiákat láthatunk. Ahogy mondtam, ott van rajta a furcsőtalp, lehet látni a furatokat, tehát Erdélybe is elterjedt ugyanez. A bütykök azok valahogy kicsit furcsák, mert még itt ilyen kis cicisek, ott önállók, mintha egy rudat elvagdaltak volna darabokra, és ezeket ragasztották az erénynek az oldalára. Tehát területenként más-más jellemző van található természetesen, de ez nem csoda, hiszen ha meggondoljuk azt, hogy van mondjuk a népi hímzés, hogy változik, hogy a kalotaszegi teljesen, hát nem teljesen, de más, mint a kalocsai, máshol a matyóhímzés, mint a hőségi, stb. Ez annak idején is ugyanígy volt, tájegységenként változott a divat, de összességében hasonló dolgokat készítettek. Bal oldalon talán már egy részkori csőtalpas tálat látunk, látjuk, megnyúlt a csőtalp, nagyon érdekes, a lyukak is megváltoztak, mert most nem egy nagy lyuk van, egy-egy, hanem több kicsi csoportokban. De még megvan a karcolt vonaldísz is, a bütyök is kipúrva,
annak rendje és mondja szerint. Középen alul már egy bronzkori tálat látunk, Füzesabony környékéről. Ezt pedig a Dél-Alföldön találták egyébként. Látszik, hogy a bütyök eltűnt, illetve egyetlen egy felfüggesztő alkalmatossággá alakult át. Ez még az előbb azt nem mondtam a részkori kerámiáknál, hogy már akkortól kezdve találnak ilyen hullámvonalas szélű kerámiákat is. Ilyen képet most éppen nem találtam, úgyhogy ezt nem tudom megmutatni. Ez is valami hasonló dolog, ez a kibeugrásos, mint a hullámvonalas. És egy jobb oldalt alul pedig már mai korondi kerámiákat láthatunk. Ha végignézzük az egészen, akkor teljesen egyértelmű, legalábbis én szerintem, hogy koronként, időnként változott a divat, de az alapgondolat, a csőtalpastál mind a mai napig megmaradt. Ezt ugyanígy végig lehet vezetni az arcos erények tekintetében, a építkezések tekintetében, és még sok tekintetben egyaránt. Menjünk tovább. Beszélhetnénk az őskőkorról is, sok minden, de hogyha a magyarságról van szó, illetve a magyar nép őstörténetéről, akkor az újkőkorral kell kezdenem. Mert az őskőkor embere gyűjtögetett és vadászott, ez bizonyított tény, és életmódjából kifolyólag vándorolt. És nagyon érdekes dolog mondjuk a szeletai vagy az egyéb büki műveltségek embere, ebben élnek a tevékenysége, de egyszerűen nem tudjuk azt bebizonyítani, hogy aki 40 ezer évvel ezelőtt itt élt, az mondjuk 40.500 év múlva nem vándorolt ki a mai Románia területére, vagy az Adriára, vagy ha melegebb volt az idő Lengyelországba, nem tudjuk. Az újkőkor az, amelyik igen jelentős változásokat hozott, mert az újkőkor embere átért az állattenyésztésre és a földművelésre. Az állattenyésztő ember is már úgy volt helyhez kötött, de a földműves végképpen, hiszen aki földet művel nem hagyhatja ott a földjét, ott kell mellette lennie még a termés, nem érte. Az újkőkorban földműves ember házat épített, itt a Kárpát-medencében házakat épített, majd mindjárt meg fogom mutatni, milyen csodálatos házakat építettek. És nyilván akinek háza van, megint csak nem fogja otthagyni és nem megy vándorolni, tehát innentől kezdve beszélhetünk körülbelül 8000 esztendővel ezelőttől helyhez kötött, tehát Kárpát-medencei népességről. Aztán kerámiákat készítettek. A jobb oldalon láthatunk egy 7000 éves hombárt, ez eredetileg egy arcos edény volt, csak a festék lekopott róla, de a tudósítás szerint egy arc is volt ott a nyaki részen. Hát a nyilván földműves embernek valahol tárolnia kellett a gabonáját, és meg kellett védeni a rágcsálóktól. Hát akkortól kezdve készítenek ilyen hatalmas edényeket, és ezekben tartották a gabonát. A jobb bal oldalt alul láthatjuk itt a mai Magyarország térképét, sajnos ezzel találkozni fogunk többször, hogy történészeink leszűkítik a történelmünket a mai Magyarország területére, holott ugye, hogyha a történelmről beszélünk, akkor illene az egész Kárpát-medencét megmutatni ilyen tekintetben. Itt lehet látni, hogy a Dunántúlra teszik a dunántúli vonaldíszes, az alföldi vonaldíszes erényeknek a csoportját, kultúráját, népét. Valójában, ahogy már mondtam, ez egy egységes kultúra volt már ekkortól kezdve. Hogyan éltek újkőkori őseink? Ez egy nagyon érdekes tudósítás, legalábbis szerintem. Azt mondja, hogy sajtot ettek az alföldön a neolitikumban. Újkőkori őseink ismerték az olyan tejtermékek előállítást, mint a sajt vagy joghurt. Hát a joghurt az szerintem az valami alaptejféle lehetett, de se vagy. És azt mondja, hogy 8000 éves agyagerényeken talált ételmaradékok bizonyítják ezt, hogy mivel táplálkoztak, és itt legalább érdemes még elolvasni. Tejfősort, joghurt, hal, mindenféle gyümölcs, alma, máma, ez az, sőt, rengeteg hús, legyen az marha, keske vagy akár jó. Ami itt ebből óriási jelentőségű, az a szarvasmarha. Ebből azt következik, hogy 8000 esztendővel ezelőtt itt a szarvasmarha háziasított állat volt. És nem csak az a jelentősége, hogy volt, tudtak sajtot készíteni, meg egyebeket, hanem az, hogy befogták ekellé szántani. Mert az ekés szántásos földművelés volt az, ami lehetővé tette az újkőkori népesség robbanást. Majd erre később vissza fog térni. Aztán egy nagyon érdekes, ez egy nemzetközi régészeti feltárás volt, ahol az Alföldön az egyik csoportja amerikai régészeket az Alföldön kutatott, másik csoportja pedig Svájcban ezzel párhuzamosan kutatott, ott is felfedezni vérték ezeknek a joghurtos poharaknak a hasonmásai. Meg is találták őket, csak éppen 2600 esztendővel későbbi időszakból. Ez egy rendkívül fontos dolog. Mehetünk tovább.